Szeretettel köszöntök mindenkit Kőszeg gyönyörű könyvtárában. Megköszönöm Zolónak az igen értékes bevezetőt. Valami olyasmiről van most szó, amely mindannyiunkat érinthet, és talán ez a nézőpont, amit felajánlok, az eléggé érdekes és nem szokványos lesz ahhoz, hogy használhassátok. Ehhez vissza kell mennünk közel 2500 évet, de nem fog addig tartani, hogy visszaérjünk a jelenbe. A Buddha, Shakyamuni, 2550 pár évvel ezelőtt született, 28 éves korában elhagyta otthonát, hogy az aszkéták ösvényére lépjen, 6 év nagyon komoly gyakorlatával elérte a felébredést, és utána 45 évig tanított. Amit hátrahagyott, az nagy részt szájhagyomány útján terjedt, és eltelt jó pár generáció, mire azt leírták. És nem csak az történt, hogy a tanítást továbbadták, hanem egy emberi közösség tovább élte a tant, amit ugye fontosabbnak tartunk sokszor, mint az írásos hagyományozást. Miért? Mert ez tapasztalati átadás. Ahogy hallottuk a bevezetőben, a tapasztalat maga sokkal több, mint a szóbeliség. Ezt, amikor valami berendezést veszünk, ezt tudjuk, mert általában a használati utasítás az sokkal rövidebb idő alatt elsajátítható, mint maga a berendezés kezelése, az azzal való ugye, bánásmód. Ami érdekes, hogy a Buddha után nem sokkal, ez 200-250 év, elkezdődött egy olyan vonulat, ami a világiak számára is alkalmassá akarta tenni a meditáció gyakorlatát, hogy ne kelljen ahhoz szakállunktól, hajunktól megszabadulni, és az erdőbe vonulni, hogy elérhessünk egy felébredettebb, világosabb tudatállapotot. Eltelik még 150 év, és körülbelül 400 évvel a Buddha után megszületik az, amit ma úgy hívunk, hogy Mahayana, a nagy jármű. A nagy járműnek az egyik vonulata, amikor a taoizmussal egyesül, az lesz a zen, vagy kínaiul chan, koreaiul son. Miért volt erre szükség? Azért volt erre szükség, mert hogyha egy bizonyos gondolkodásmód és életmód csak az elité lesz, akár szellemi, katonai, gazdasági vagy egyéb elitről van szó, az nagyon-nagyon gyorsan önmagába fordul, leválik a társadalom egészéről, bázisát, támogatottságát, ismertségét, elfogadottságát elveszti, és ezen táplálékok és források hiányában elhal. És a Buddha által tanított szellemiség már jóval tovább terjedt és jóval több ember számára jelentett segítséget sem, hogy ez megtörténhessen vele. Úgyhogy kialakult a Mahayana, ahol a világiak is kulcsszerepet játszhattak, és játszhatnak abban, hogy egy elfogadóbb társadalmat éljünk, elismerjük egymást, és szeretettel fordulhassunk egymás felé. Mivel szeretjük az alternatívákat, és szabad akaratunk jegyében nagyon-nagyon sokat szeretünk változtatni a dolgok állásán, megkérdezhetitek, hogy ugyan miért van erre szükség? Tehát miért akarunk lerakni morális vagy egyéb emberi fogódzókat ahhoz, hogy tisztán lássunk? Nem elég ahhoz csak a szem, vagy a belső látásunk? A válasz az, hogy valamire csak szükség van, hogy ne újra termeljük azt a szenvedést, amit generációk óta gördítünk magunk előtt, és hogyha megnézzük a Buddha korát, 2551 néhány évvel ezelőtti kort, és a mostanit, nagyon hasonló problémákkal kell szembenéznünk. És végképp nem a külvilágban tapasztalható paradigmatikus, társadalmi, civilizatórikus, kulturális problémákra gondolok most, hanem azokra a belső és kis csoportban, családban megjelenő problémákra, amelyekre ha rálátnánk, akkor esetleg nem úgy nevelnénk a következő generációt, legyen az húsvér, ugye újabb generáció, vagy pedig egy újabb szellemi generáció. De úgy tűnik, hogy a tegnap leckéiből a holnap kétségei lettek. Tehát nem tanultunk tartósan. Milyen egy emberi kapcsolat szavatossági ideje? Meddig tart az intimitás? Hol végződik a bizalom? Hol kezdődik az érdekalapú viszony? Mikor lesz egy forró kötelékből egy hideg érdekalapú együttélés?
És ez már sokkal személyesebb, sokkal közvetlenebb, sokkal inkább az ember húsába vág, nem csak azért, mert 500 évvel ezelőtt Dózsa György azt szenvedte el, amit, hanem egyszerűen azért, mert hogyha belül nem lázadsz fel, ha belül nem vagy hajlandó a saját karmádnak a seregeit eltakarítani, akkor ugyanazt a hetedíziglen tovább hagyományozott mintát, tehát végzetet viszed tovább, amit nagyapáidtól, nagyanyáidtól, szüleidtől tanulsz és látsz. Tehát a rálátásnak nem csak azért van nagyon nagy szerepe, mert az mostanában divat, és a különböző étkezési és egyéb fogyasztási kultúrákkal együtt szoktuk forgalmazni a szellemi só- és fűszergyűjteményt. Hanem azért, mert ez minőségi változást hozhat. A látás belül átformál, de nem csak az. A látás alapján kifejlődő alternatívák, a látással feldolgozott és megemésztett tapasztalatok, azok a belső, nem is konklúziók, csak irányváltások, amelyekkel te megváltozol, te mint személy más leszel. Ezek változtatják meg a világot. Ha ez kívülről egyértelműen szervezeti úton elérhető lenne, hát akkor már rég révbe értünk volna, hát ezt annyian megpróbálták, és olyan kétségbejtően kudarcot vallott, de azért a törekvésre szükség van. Miért vallott, és azt hiszük, hogy ugye vallani is fog kudarcot, a külsődleges, formális alapú változtatási kényszer vagy szándék. Egyszerűen azért, mert ezen a földön minden megnyilvánult dolog, ami megjelenik és eltűnik, három nagyon fontos tulajdonsággal rendelkezik. Az egyik a mulandóság. Akármit csinálsz, ha valami megjelenik, az el is fog tűnni. Ami formával bír és névvel illethető, az megszületik, felnő vagy kifejlődik, van egy virágkora, utána egy hanyatlása, lebomlás, betegség, és utána dezintegráció és eltűnés. Ha valaki tud kivételt, azon nyomban szóljon, mert akkor gyorsan öltözetet váltok, és azt fogom követni, és azelőtt fogok leborulni, de eddig még nem találtunk ilyet. A második nagyon fontos alapjegye a létnek a feltételhez kötöttség. Tehát nincs olyan jelenség, amely más jelenségtől ne függene. Tehát ezt hívjuk a világ relativitásának, mert hogyha abszolút értékben, abszolút módon létezne valami, akkor ez nem függene a többi jelenségtől. És uram, bocsánat, még az ember is ilyen. És a nem kevéssé narcisztikus egoitások pont ezt szokják elfeledni. És lebontják azokat a kapcsolatrendszereket, amelyekből egyébként elfogadást, elismerést és szeretetet kaphatnának, mert mi az ugye nekik? És az a vicc, hogy ilyenkor a világból próbálják meg ezt erőszakos módon, vagy addiktív, szenvedélyes és egyéb módon pótolni. És hogyha megnézed, a szenvedélybetegségek és a szentséges viselkedés, illetve a terrorisztikus viselkedés hármassága, az nagyrészt szeretettel, elfogadással és együttérzéssel gyógyítható. Mind a három. Ezek ugyanabban a csoportban tartoznak, és hogyha nem vennénk észre a harmadik alapjegyét a létnek, a tökéletlenséget, akkor nem is olyan tudnánk velük mit kezdeni. A tökéletlenség nem azt jelenti, hogy egy bizonyos normakontrollnak nem tud megfelelni, hanem azt jelenti, hogy soha se lesz 100%-ig befejezett, mert mulandó és feltételhez kötött, tehát nem lesz befejezett, nem fog mindenki elvárásának megfelelni, egy idő után még a sajátodnak sem, nézd meg az arcodat, mindenki élt eleget, hogy legalább egy olyan reggel legyen, hogy amikor belenézett a tükörbe, és azt mondja, na ezt nem. De mégis, mert aznap reggel az arcod így nézett ki, és nagyon sokat kellett dolgozni rajta, hogy kimehess az utcára. És ahogy az idő halad, egyre több ilyen reggel van. És egyre nehezebb az embert így felhasználó barát formába hozni, és akkor egy idő után már nem is sikerül. És akkor az ember rájön, hogy valójában nem a ráncaival van baj, hanem azzal, hogy nem tud mosolyogni hozzájuk. Úgyhogy beszélhetnénk a zenről is,
És hogyha jobban megfigyeled a mondandómat, most tényleg arról volt szó, mint hogy Zolónak a nem kevéssé művelt és pszichológikus bevezetőjében. Az N1 szemlélet, egy olyasféle realizációs út, ahol megkérdezed nem csak azt, hogy én ki vagyok, hanem hogy mi az, ami lát bennem, magyarul mi ez, ami bennem gondolkodik, érez, beszél és cselekszik. Mi az, ami azt mondja, hogy lélek? Mi az, ami azt mondja, hogy én? És ezen ugye nagyon komolyan a tapasztalás útjára helyezi a hangsúlyt, mert ha nem tapasztalod, akkor teljesen hiába valóan beszélünk róla, és forgunk intellektuális körökben, esetleg generációkon keresztül. Az emberi tudat állapotát szeretem ahhoz hasonlítani, amit mi egymásról és az univerzumról gondolunk. Az univerzumról most azt gondoljuk, hogy 5%-ában ismerjük, mert az a megfigyelhető univerzum, 95%-át a nem látható anyagot és a nem látható energiát, azt a hatásaiból tudjuk csak érzékelni, de közvetlenül érzékelhető, kísérletileg bizonyítható módon nem tudjuk beépíteni a világképünkbe. Valahol a tudatosságunk is itt tarthat, és bár egyes pszichológiai iskolák nagyon grandiózusan azt mondják, hogy a tudatosságunk 10%-át használjuk, a melléket eredmények nem biztos, hogy ezt megerősítik, lehet, hogy csak 5-öt vagy annál kevesebbet. Ha egy picit jobban odafigyelnénk, akkor mennyivel másképp tudnánk egymást érzékelni? Mert az, hogy a világból ennyit látunk, vagy magunkból ennyit látunk, az még úgy elviselhető lenne, de hogy egymásból is csak ennyit látunk, na az a tragédia. Mert így fogjuk egymást kezelni. Így látunk rá egymásra. Ennyit érzel a másik szívéből, és belőled a másik. Tehát a belső látás és a tudat tisztasága, mint szellemi maximák és nagyon komoly imperatívuszak, azok nem azért fontosak, mint egy muzeális szellemi irányzatot valahol tovább kéne vinni, mint egyfajta kényszerű, spirituális DNS önző öröklődése. Nem erről van szó. Rólunk van szó. Az életünkről, a kapcsolatainkról, ezek minőségéről. És hogyha egy kicsit tovább gondolunk a halálon túl, és merünk a születés elé is visszagondolni, talán lássunk bele abba, hogy mi az, ami megszületik, és honnan jön, és amikor leveti a testet, akkor mi az, ami kiszáll belőle, és hová megy. Ezek a kérdések előbb-utóbb felmerülnek bennünk, és hogy mennyire megnyugtató és világos, hihető választ tudsz rá adni, az az élet legnagyobb válsághelyzetében derül ki, ami mindenkit elér. Mi lehet ez? Ehhez nem kell dantei válság, hogy ezt megtudd. Ehhez nem kell sok tévét nézni, hogy megtudd. Ehhez egyszerűen érezni kell azt a sejtjeidben, hogy egyszer ez az egész itt hagy, és egyszer vége. És amíg nagyon erősek, nagyon energikusak, nagyon ambiciózusak vagyunk, addig ezt nem hisszük el, hogy rám nem érvényes a mulandóság. Itt valahogy majd megoldjuk, majd a tudomány, majd valaki, majd valamit gyorsan beinjekciózunk, megeszünk, elsajátítunk, lehűtjük magunkat. De mi nem fogunk meghalni, csak az összes többi. És akkor rájössz, hogy nem vagy kivétel, akkor kezdesz el igazán másképp gondolkodni, másképp érezni, és lehetőleg másképp beszélni és cselekedni. Az életnek ez a négy aspektusa annyira fontos, hogy a Mahajána négy külön bodhiszattvát személyesített meg ahhoz, hogy ezekről a tulajdonságcsoportokról érdemben beszéljünk, és érdemben műveljük őket. Az érzelem formálás még nem jelenti azt automatikusan, hogy együttérzők is vagyunk, de ha az érzelmi intelligenciánk eléggé kifejlődik, akkor ráláthatunk arra, hogy pusztán érzelmesnek lenni jó, de nem elégséges. Ahhoz mások érzéseit is éreznünk kell, és a másik helyzetét is átlátni, és esetleg abba belehelyezkedni kell, hogy tovább tudjunk lépni az ember útján, hogy ne rekedjünk meg. És az együttérzés bodhiszattvája Kwanseung Bosal, koreaiul, Kuan Yin, kínaiul, és Avalokiteshvara, szanszkritul. Hogyha valaki tibetiben utazik, csenrézi, vagy tárá. Az együttérzés annyira fontos, hogy enélkül
nem csak az életünk minősége, hanem a kapcsolataink minősége is drasztikusan romlik, és hogyha lehetne esetleg a makrogazdasági mutatók mellé a társadalomban együttérzés mutatót is napi rendszerességgel felolvasni a rádióban, akkor nézd meg, hogy milyen százalékon lennénk. A következő nagyon fontos terület az a gondolkodás. A gondolkodás, ugye, hogyha csak gondolkodom, de nem desztillálom bölcsességi, akkor megint csak eléggé szinten maradó és hiába való körséta. Láthatsz olyan embereket, akik 60-80 évig nagyon tisztán gondolkodtak, de bölcsesség nem lett belőle. De hogyha a bölcsesség átlátó, nem dualisztikus minőségét megtapasztalod, akkor átlátod azt a törvényt, azt a működést, ami mindenkire érvényes. Ezt hívják dharmának szanszkritul, vagy egyszerűen törvénynek magyarul. Ez a törvény, ez teljesen más, mint amit ott aláírnak, meg módosítanak, meg beadnak, és utána a szabályokkal és különböző rendelkezésekkel csinosítanak ki. Ezek emberalkotta dolgok, és egy társadalomnak a működését vagy bölcsességét úgy lehet látni, hogy a világban működő törvényszerűség, és az ember által alkotott törvénytest vagy jogszolgáltatás mennyire egyezik. És hogyha ezek nagyon elkülönülnek, akkor úgy tűnik, hogy az a társadalom egy teljesen önálló buborékban él, mely a világról leválik. Mivel nem egyezik a világ működésével az, ahogy a társadalomra törvényeket hoznak, és azokat élik. Tehát a szabályok, amiket megszabunk, és az a működés vagy törvényszerűség, ami az univerzumban van, és az emberek között érvényesül, ezeknek a viszonya nagyon-nagyon fontos, és hogyha ezt bölcsen átlátjuk, akkor nem hozunk olyan szabályokat, amelyek természetellenesek vagy ellentétesek azzal a működéssel, amit egyrészt tapasztalunk, másrészt pedig ezen tapasztalat alapján szeretnénk. Tehát a természetességből fakad az a működés, ahogy mi magunkat tapasztaljuk, és ahogy a következő világot építjük, vagy a következő generációnak a világát megépítjük. Tehát a bölcsesség az nagyon fontos, és Munsu Bosszának vagy Manjushrinak hívják azt a bodhiszattvát, aki ennek a felelőse, aki megszemélyesíti ezt. És hát rögtön tovább lépvén, ugye beszéltünk az érzelmi és gondolati oldalról, és legyen a harmadik a cselekedet. A cselekedet az azért ugye elképesztően erős, mert az tény. Elmondhatom neked, hogy ez a bot micsoda, megérezheted, hogy a zen történelmében történetében ez milyen helyet foglalt el. Ez a tény. Ez ott van az asztalon, ezt meghallottad, láttad, ez visszafordíthatatlan. Ez elhangzott, megtörtént. Tehát ebben a mulandó létben, ahol az idő csak egyfelé folyik és visszafele nem, a cselekedetnek vagy karmának óriási ereje van. Miért? Mert megtörtént és visszafordíthatatlan. Lehet érte bocsánatot kérni, megbánni, büszkének lenni rá, megismételni, mindent lehet vele csinálni, csak visszavonni és meg nem történtté tenni, azt nem. Egyébként a karma, mint szó, az a kr gyökből, mint cselekedet származik, és az ok és okozatot jelenti, a cselekedetet és eredményét egyszerre jelenti, és ez a fogalmi bázis azért érdekes, mert vannak olyan nyelvek és kultúrák, ahol azt gondolják, hogy csak cselekedet van, de következménye az nincs. Ahogy hallottuk, hogy van az éremnek egyik oldala, de visszautasítjuk azt a feltevést, hogy másik oldala is lenne, pedig az egyik oldal létéből következik a másik is. Ahogy a Buddha mondta a Dhammapadában, ha létezik ez, akkor létezik az is. Ha elveszem ezt, akkor elvettem azt is. És ez ennyire egyszerű. Végezetül és, de nem utolsó sorban, a negyedik, az a beszéd. A beszéd, amely hát nem csak ilyen diskurzust jelent, hanem esküt, fogadalmat, névadást, olyan dolgot, amikor a beszéddel teremtek. Megteremtek egy mentális, érzelmi vagy tényszerű valóságot, és ennek a felelőse Zhijiang Bosa vagy Kshitigarbha Bodhisattva, és az ő
attribútuma az, hogy ő leszáll a poklokra, hogy az összes oda bekvártiózódott lényt megszabadítsa a szenvedéseitől, és amikor az utolsó lény is följött a pokolból, akkor az ő munkája véget ért. Na most, mi lehet az összefüggés a között, hogy ő ezt a munkát végzi, valamint az, hogy az eskükért, fogadalmakért és egyebekért felel? Miért van-e kettő ennyire kapcsolatban? Na, ezt úgy hívjuk, hogy integritás. Mi történik azokkal, akik elvesztik az integritásukat, a szavahihetőségüket, akikből ugye kiveszett a bizalom, és nem lehet bennük bízni? Hát ezek kerülnek az emberi létnek abba a poklába, ami teljesen kaotikus, teljesen elszigetelt, és akkor van kiút belőle, amikor ez az integritás visszatér, amikor a cselekedetek, gondolatok, érzelmek és beszéd közötti összetartás, egység visszatér, amikor megszűnünk hazudni magunknak, és ezáltal megszűnünk hazudni másoknak is. Hát amikor a hazugság poklából az ember ki akar jönni, akkor nézze meg ezt a négy életterületet, esetleg, hogyha zennel foglalkozik, vagy mahajánával leborulhat a négy bódhiszatva előtt, megtestesítvén azt az alázatot, amelyet a belátással szerzett, és akkor a beszéd, cselekedet, érzelem és gondolat közti egység helyreáll. Ez a fajta integritás az, ami a személyiségnek a belső egészség tudatát vagy egészség érzetét alapvetően meghatározza. És ez az, ami érződik akkor, amikor valaki hosszan kölcsönhat veled, hogy ezen területek között az illetőben összhang van, vagy csak azt szeretné elhitetni veled. Ennyit szerettem volna én is bevezetőnek mondani, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit, melyből tudom, hogy van. Hogy jutott a választás Koreára akkor? Sung San Zen mesterrel 1991. áprilisában találkoztam, előtte 90. szeptemberében kaptam az ajánlást egy barátomtól, hogy ez a meditációs csoport segíthet akkori problémáim megoldásában. A kapcsolattartósnak bizonyult. Egyéb kérdés? Hogy tapasztalta Koreában, mennyire hatja át a mindennapokat a zen buddhizmus? Egyre kevésbé sajnos. Hát annyira modernizálódik a társadalom, a zen pedig annyira elvallásosodott, hogy az emberek ugye a saját nagymamájuk vallásával és a templomba járással, meg a Buddha előtti leborulással azonosítják a zent, holott a vallásos réteggel nem azonosítanám ezt a szellemi utat. Ez a realizációs praxis, ez nagyon sokféle módon megjelenhet, és amikor 1700 éve gyakorolják egy országban, elkerülhetetlenül ugye materializálódik. És én nem gondolom azt, hogy a materiális aspektusok, mint sok ezer templom, sok tízezer hektár föld, sok millió követő, ez levonna az értékéből, sőt, azt teszi lehetővé, hogy akik szeretnének tényleg mélységében foglalkozni ezzel, egy hatalmas anyagi, szellemi, lelki bázisra alapozva tehessék ezt. De a koreaiak, akik beleszületnek és látják a társadalmuk realitását, nagyon nagy részt nem úgy gondolják, hogy nekik buddhistának kellene lenniük, már a társadalom kevesebb, mint fele gondolkodik ebben. És itt említeném meg a vallások áthelyeződésének a friss tapasztalatát. Azért friss, mert a nyugati kereszténység teljes palettája elárasztotta Ázsiát a II. Világháború után, nota bene, hogy az előtt is nagyon komoly misszionárius jelenlét volt, már a 19. századtól ez nagyon jól mérhető, és a 17. századtól már elég komolyan elkezdődött. De a II. Világháború után időszak az exponenciálisan hatványozottan megemelte ezt, ugyanúgy, ahogy a keleti vallások, buddhizmus, taoizmus a különböző ugye, felrakásokban, változatokban és ízvilágban meghódította a nyugatot. Mind a kettő ugyanazt hozta, azt a szellemi frissességet és alternatívát, amit a háború utáni generáció akart. Méghozzá azt, hogy keleti változat, importált ugye, monoteizmus, elég, ha hiszel, és ma vele vacsorálsz. Nyugati változat, importált keleti meditációs út, még ebben az életben megvilágosodhatsz.
ebben a pillanatban elég az összes karmádat félretenned, az összes azonosulásodat megszüntetned, és felébredhetsz. Ebből érezhető az, hogy ez a frissesség, ez a fajta történelmi politikai tehertől való legalább időszakos mentesség, ez óriási előnyökkel járt. Aztán az, hogy ezt hogyan használta, mire fordította az épp betelepülő újdonatúj vallásosság, az már egy másik kérdés. Egy olyan kérdésem lenne, hogyha valamilyen ember megkeres, hogy segítséget szeretne kérni a felmerülő problémájába, egészségügyi problémába, akkor ezzel milyen módon lehet segíteni, aki ilyen tudással vagy tapasztalatokkal rendelkezik? Elsősorban tisztáznám, hogy én nem vagyok gyógyító vagy orvos. Ez a legelső. Második rész, nagyon-nagyon komolyan kimutatnám, hogy a lélek állapota és a test állapota között szoros, ezerszálú összefüggés van, és hogyha a lelki okait sikerülne tisztázni a betegségnek, akkor már előbbre jutnánk a gyógyításban. És hogyha erre hajlandó az illető, akkor megvizsgálnánk a lelki, tudati okait annak, hogy miért van olyan állapotban, amilyenben, és azt a részt, mivel az hozzánk tartozik, mint zen templom és zen közösség, akkor nem sem egyszemélyes tanítást kellene itt elképzelni, mert ugye van nyugaton ez a guru vagy pap komplexus, hogy elmegyek hozzá, adja a tablettát, vagy az igét, vagy valamit, vagy a mantrát, és akkor majd az megoldja. Nem. Te oldod meg. Na most, hogy ennek az útja micsoda? Hogy hogyan léphetsz rá a megoldás útjára? Az egészség, a lelki és testi egészség útjára, na az a mi dolgunk. Tehát az út járása, megismertetése, az odavaló vezetés kellő érdeklődés esetén, ez a dolgunk. Tehát az emberek nagyon gyakran azt mondják, hát a zen az olyan bonyolult. Nekem van itt ez a kis problémám, ezt kéne megoldani. És akkor szépen lassan azonosítjuk a problémát, hogy éppen szívinfarktust akart kapni a saját kisebbségi komplexusai miatt, és akkor ránézünk az öntudatára, a családi és baráti viszonyaira, az, hogy ő mit gondol magáról és a társadalomról, milyen a világképe, mit gondol születésről és halálról, és akkor megdöbben az illető. Hogy hát ő csak úgy gondolta, hogy egy kis angínás tünetei vannak, és ott szívileg kéne valamit rajta javítani, és hát ilyenkor nem különböző gyógyszereket, meg egyéb szabályzókat, stabilizátorokat kellene pusztán fölírni, ezt rábízzuk az orvosra, de ez önmagában nem elég. Az kellene, hogy a léleknek a mozgását és a tudatnak a működését, azt egy picit letisztázzuk ahhoz, hogy ne termeljük újra ezt a problémát. És még akkor is, hogyha van olyan bátor az érdeklőd, hogy eljöjjön a templomba, megbeszéljük ezt, mint a lelki gyógyulásnak az útját, utána a nagyon nagy része, a 95% az az, hogy leül, egy visszavonulásra beiratkozik, eljön, végigcsinálja, és utána azzal a tisztább lélekkel megy haza, tudván, hogy itt még nem ért véget a munka, és életmód és szemléletváltás egyaránt kell hozzá, hogy megoldja a strukturális gyökeres problémáját. Tehát itt nem csak egy teliholdkori fejfájásról van szó. Itt arról van szó, hogy valamit, sőt valamiket magunkban nagyon komolyan nem látunk, félreértünk, eltagadunk, megmásítunk, csak azért, hogy az önképünk megmaradjon. És ez egy bizonyos kor után tarthatatlan, szerencsére. Jó? Tehát tisztáznám a határterületeket, ekkor ha beáll egy bizalmi viszony, akkor megmondom, hogy az ő esetében milyen gyakorlatot érdemes végezni, és az illető akkor a boldog tudatával hazamegy, és azt is tudja ezzel, hogy csak kezdett egy utat, és még nem fejezte be a megoldást. Nincs még meg. És akkor szépen lassan belemegy az engyakorlatba, és átalakul az, ahogy gondolkodik, az, ahogy érez, az, ahogy cselekszik, az, ahogy beszél. Miért? Mert másképp lát, mert tisztábban lát, és ez a tisztánlátás, a belső-külső tisztánlátás egyszerre, ez a zen. Ezt a Buddha vidyának mondta, ebből a vidya vidére videó szóból jön az, hogy tisztánlás. És a zen tudat, az ez a tiszta tudat.
tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és 100%-osan jelen van ebben a pillanatban. Ez, mint lehetőség, mindegyikünkben benne van. De hogy mennyire hozzuk ezt ki magunkból, és mennyire takarjuk le a saját karmánk guánójával keményen, vastagon, na az a mi dolgunk. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Egyéb kérdés? Mikor elindult ezen az úton, akkor abban a pillanatban csak a saját érdeke volt a cél, vagy másoknak a segítsége is? Amikor az ember elindul az úton, és főleg ha szenvedésből, válságból indul, persze, hogy a saját maga rendetlenségének a rendbetétele a fontos. A saját szobájának a kitakarítása a fontos. De ha egy picit is sikeres ebben, akkor rájön, hogy a szobája nincs egyedül, mert több szobával együtt alkot egy lakást, a lakások összessége alkot egy társas házat. A lény nem egyedül él ezen a világon, még akkor is, hogyha csak egy kis bolygót szeretne, meg egy rókát. Tehát akkor sem. Tehát rájövök, hogy a saját problémám nem pusztán a saját problémám. Tehát rájöttem, hogy nem csak magamért oldottam meg. És ekkor ez már egy ilyen megkönnyebbülés, hogy nem csak nekem volt jó, hogy ezen keresztül mentem, és megoldottam, hanem másoknak is. Mert nem a szenvedést és a problémát tapasztalják belőlem, hanem még talán én leszek képes mások szenvedésének a megértésére, átérzésére és a problémák megoldására, és éppen ekkor váltam a betegségből az orvossággá, és erre mindenki képes. Úgyhogy ez átmegy utána abba, hogy az ember másokon segítsen, és az ennek az érdekes, kicsit paradox velejárója, hogyha az ember nem hajlandó erre az átmenetre, a mások segítésére, akkor újra termeli a saját problémáját. És én azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki nagyon akar segíteni a másikon, és az egyáltalán nem akarja elfogadni. Igen? Mert ő felsőbbrendűnek érzi magát. Igen. Ott nem biztos, hogy az. Igen. Tehát azt mondja, hogy én a természet gyereke vagyok, és egyáltalán nem a természet gyereke. Igen. Akkor mi van? Akkor én hiába gyötröm magam. Nem. Nem, így van. Tehát nem gyötröm magamat hiába, megmondom miért. Azzal, hogy mi megoldottuk a problémáink egy részét oly mértékben, hogy másoknak segíteni tudjunk, abból nem következik, hogy ezt a világ üdvrivalgással és tapsikóval elfogadja. És ebből a legfájdalmasabb az, amikor a hozzánk legközelebb álló személyek ezt nem hajlandók elfogadni. És ilyenkor, hogyha nem ítéljük el magunkat, és nem tesszük magunkat így az önbizalmi skálán egy nagyon alacsony, egyjegyű számértékre, akkor a következőt tudjuk megvalósítani. Még nem cselekszik, de már látja, hogy kelleni fog. Ott állok az első segélykészlettel a falnál, amiben az illető bele fogja verni a fejét. És türelmesen várok. Mielőtt beleverte volna a fejét, azelőtt nem fogja elfogadni a fertőtlenítést, a kötszert, a raktapaszt, a fájdalmas gyógyulásnak ezt a mozdulatát. Na most. Ha ez olyan egyszerű lenne, hogy beleverte a fejét a falba, és utána elfogadja, akkor itt ez az egész világ már régen tökéletességbe hajló entitás lenne, és nem az. Miért? Az ember tud olyat, hogy neki megy a falnak, beleverte a fejét, vérzik, erre üvölt, átkozódik, fogadkozik, visszahátrál 10 métert, és újra nagyobb erővel neki megy a falnak, azért, mert talán úgy áttöri. Na most, itt ami a legfontosabb, az az, hogy mikor alakul ki a lényben az elég tudata. Tehát, hogy eleget vertem a fejem a falba, most már nagyanya, segíts nekem. Na ezt kivárni, ez elképesztő nagy belső erőre vall, és ezt kívánja semmi többet, sem kevesebbet. És ha odatolom az orra alá úgy, hogy én ezt még mindig jobban tudom. Ahogy hallottuk a bevezetőben, nagymesterünk azt mondta, több szenvedésre van szükség, és ezt egy mélységesen megvilágosodott, együttérző, dualitásmentes bölcsességtől áthatott ember mondta, nem pedig valaki más, aki érdekből, manipulatív és alárendelő módon mondja ezt. Én és kérlek, aki beleavatkozik a másnak az életébe, belemászik az agyába. Tehát ő mindent tudni és mindent látni akar a másikról.
ez a legjobb. Igen? Igen. Mert nem menekülhet. Tehát, hogyha az emberhez ugye oda jön, és nem csak hogy érdeklődik, hanem belemászik az agyába, akkor mindig ugyanazt az üzenetet fogja kapni, hogy ez így nem megy. Tehát én lettem az a fal, amiben beleverte a fejét, de én is vagyok az, aki ott áll a kötszerrel. De ha nincsen hozzám semmi közöm az illetőhöz, és őnek is eljön hozzám, akkor mi van? Akkor hogy alakult ki a kapcsolat? Hát, semmiféle kapcsolat nem. Ha nincs kapcsolat, akkor így probléma sincs, hiszen nem látom, nem hallom, nem tapasztalom, mert nincs közös életterünk, nincs közös lelkiterünk. Ez már egy más dolog, itt egy kis átalakulás következett be a feltételrendszerben a kérdés eleje és a mostani állapot között. Ugye ezt észrevettük. Jó, én nem voltam még ilyen előadáson. Én még nem voltam kapcsolatban. Hát ilyenen én sem. Hát szóval akkor nem tudom, miről van szó. Arról van akkor szó. Akkor miért van én bennem akkor zűrzavar? Mert miért okoz már zűrzavart a másiknak? Mert van egy megoldatlan probléma. De a megoldatlan probléma... De mi köze az illetőnek hozzá? Hát ezt én szeretném inkább kérdezni, hát mert ez megkönnyíteni a válaszadást. Hát én is. Ugye, ha... Már felmerül a kérdés, hogy mi köze az illetőnek hozzám, akkor sikerült azonosítani, már legalább van egy neve. Van neve? Persze, hogy van neve. Akkor már láttam, akkor már hallottam, akkor már nem mondhatom azt, hogy nincs közöm hozzá. Kemény, mi? Nagyon. Tehát, hogyha nagyon elismerjük, kemény. Akkor elfogadjuk. Ha elfogadjuk, akkor esetleg meg tudjuk oldani. Tehát itt ül mellettem 40 évig, semmi közöm hozzá. Ugyan már, hát micsoda karma vezérelte őt mellém, ha 4 percre, 4 évre, 40 évre. Tehát olyan, hogy nincs közöm hozzá, olyan nincsen. Most van egy idézet, egy másik idézet, egy, azt hiszem 1400 John Donne, egy angol prédikátor. És innen van az, hogy akiért a harang szól, és ezt angolul, mert magyarul most nem tudom, aztán lefordítjuk, hogy no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Every man's death diminishes me, as if a friend of yours were, as if a manner of thy own were, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Ez is rég volt, hogy ezt idézhessem, de a lényeg az, hogy senki sem sziget, senki sem elzárt önmagában, minden ember egy nagyobb egész része, mint ahogy a házam a kontinensé, és hogyha egy ember is szenved, az belőlem vesz el. Ezért ne kérdezd, hogy kiért szól a harang, érted szól. És hogyha én ezt az embert egy egész más embernek ismertem meg, és ma egy egész másképp jelenik meg ez én előttem, akkor mi a válasz erre? Az, hogy olyan irányba változott, amiben mi nem. Más irányba ment az élete. Más alakot vett föl a lelke. Nem teljesítette az elvárásainkat, és lehet, hogy mi sem az övét. És ezzel számot egyszerű. Kell venni. És ez ennyire egyszerű, igen. És hogyha áthidalható a távolság, fenntartható a kapcsolat, ha pedig nem hidalható át a távolság, akkor nem tartható fenn a kapcsolat. És ő nagyon erőszakos? Akkor ő valamit biztos, hogy akar. És mit akar? Hát azt tőle kell megkérdezni. És ilyenkor a legjobb az, hogy szembeülünk vele, és azt mondjuk, hogy drágám, miért vagy erőszakos? Valójában mit szeretnél elérni? És ha nem ül velem szembe, és nem hajlandó? Akkor hogy tud erőszakosnak lenni? Gondolati úton. Akkor gondolati úton kell visszakérdezni. A gondolatnak teremtő ereje van, és nagyon-nagyon erős teremtő ereje van ő neki. Akkor gondolati úton kell visszakérdezni. Ugyanazt az utat választani, amit ő, csak lehetőleg más irányban. És hát ekkor, én ezt szeretném megtanulni. Holnap délelőtt 8:30 itt, illetve a gyerekosztály fönt. Ott lesz a meditáció. Mert ez kőkemény dolog. Igen, ez az. Ez ezt hívják úgy, hogy emberi élet, egymásra utaltság és a dualisztikus kapcsolatok kibékíthetetlen volt a első látásra. Ha meglátjuk, hogy ez hogyan transformálható és hogyan alakítható át, magunkban tudunk elsősorban változást létrehozni, és ezáltal a másik is meg fog változni, de ezt kézi vezérléssel, főleg ilyen kis vágyteli gondolkodás, hogy édesem, én úgy szeretném, hogyha te megváltoznál. Ilyen névről szó sincs.
Gondolom, azért mondom, mert ez nem jön be. Egyéb kérdés? Minap Zolóval összeszólalkoztunk szinte, ugyanis találkoztam egy kedves idős nénivel, 88 éves, és már igazán bemenő jel már nem volt nála, és azt éreztem, hogy nagyon nagy a fájdalma és a szenvedése. És arra gondoltam, hogy de jó lenne őt legalább meghallgatni, megkönnyíteni. És ezt elmeséltem Zolónak, és ő azt mondta, hogy hát miért nem tettél fel neki kérdéseket? Hát mondom, én próbáltam hozzá beszélni, de szegény már nem nagyon figyelt. És azt mondta, hogy hát akkor ennek nem biztos, hogy sok értelme van. Szeretném, hogyha igazságot osztanál. Hát kifogytam az igazságból, mert az a helyzet, hogy az az igazság, amivel dolgozunk, az nem osztható. Az mindenkié. És akkor lennék fair, hogyha meghallgatnám erről Zolót, ezt az időszűke miatt nem tehetem, és meghallgatnám a nénit, aki nem biztos, hogy erre egyáltalán emlékszik, a leírásod alapján. Tehát ilyenkor alapból azt szeretném mondani, hogy legyünk együttérzőek, és inkább érzelmekkel gyógyítsunk, mert az értelmi hullámok azok ebben az esetben, ezen a berendezésen keresztül tudnának csak érvényesülni, és minél kevesebbet értünk a világból, annál inkább szükségünk van arra az osztatlan, nem fogalmi együttérzésre, amely gyereket és időset egyaránt, mint a táptalaja virágot és a földet életben tart. És ugye vagy még nem értjük a dolgokat, mert csak pár évesek vagyunk, vagy már nem értjük a dolgokat, mert már csak pár évünk van hátra. De pontosan ekkor van szükség arra az érzelmi energiára, amitől azt érzi az illető, hogy elismerik, elfogadják és szeretik. Tehát újítsd föl a beszélgetést még egyszer Zolóval, és most már ezen tanítás fényében, amelyben benne van az ő nem kevéssé ugye, kiművelt közelítése, most már ezzel az apró kis hullámhoz igazítása, próbáljátok meg még egyszer. Jó? Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Én olvastam egy könyvet, Jézus Szent Tanításai, nem tudom, hogy ismerje. És én abból azt vettem ki, hogy fantasztikus, alapvető derű árad az egész tanításból. Hogy ezt én jól éreztem, jól láttam? Nem tudom, nem olvastam a könyvet. De általában, hogyha a zennel foglalkoztam, vagy bármit olvastam könyveket, valahogy bennem az csapódott le, hogy az életnek a szemlélete az valami nagyon kiegyenlítődő, derűs, valahogy így próbálom megtalálni a szavakat. Ezzel a nagyon mély tapasztalattal kapcsolatban mi a kérdésed? Mert ez a tiéd. Hát akkor ezek szerint igen, valószínű. Köszönöm szépen. Szívesen. Mesélj a fantáziáról. Tehát, hogy miért éljük az életünket fantáziában, és hogy lehetne erről lejönni? Szerintem nem fogunk lejönni. Fantázia, mint a tudat teremtésének az új gyakorlata, az mindig meg lesz. A fantáziából legyen inkább kreatív viselkedés, és hozzuk kapcsolatba a képzeletvilágot a kreativitáson keresztül, a megnyilvánult világgal. Az a baj, hogyha a fantázia elzáródik, és azt mondjuk rá, minősít, vagy jaj, hát ez csak nem jó, ez képzelgetés, ez ilyenek, tehát ez csak képzelet. A képzeletből születnek a legnagyobb dolgok. És gyakoroljuk a képzelet tisztaságát úgy, hogy a kreativitáson keresztül mit tudsz belőle megvalósítani. Hát azokat az embereket, akiket művészként, mesteremberként olyannak látom, és olyannak látja őket más is, hogy az elgondolásaikat, fantáziáikat, az álmaikat megvalósítják másoknak hasznos, elfogadható, szerethető módon, azok nagyon egészséges emberek. És ez így rendben van. Nem a fantáziáról kell lemondani, hanem meglátni, hogy abból mi valósítható meg, és mi valósítandó meg. Ez egy kreatív folyamat. És akkor egész az ember, és nem csapta le magából azt, amit bizonyos vélemények feleslegesnek mondtak. Jó? Én nekem egy olyan kérdésem lenne, ami így nagyon foglalkoztat, hogy lehet rátalálni a helyes útra.
hogy pontosan itt a vágyakozás, a vágyak, és hogy hogyan tudunk különbséget tenni vágy, intuíció, érzés, tudatosság között, és hogy melyik az, amelyik elvezet ehhez. Akkor, hogyha elhagyod a helytelen utat, akkor rátalálsz a helyesre. Honnan tudod, hogy az út helytelen? Hát abból, amerre vezet. Tehát, ha oda vezet, amerre nem akarsz menni, az egy helytelen út. Ha csak a szokásaid visznek, de a tudatos célkitűzésed az mást mond, akkor ugye a gondolkodás és a cselekvés között fennáll egy dihotómia, egy eltérés, amely hosszú távon nem tartható fönt. Tehát a személyiség egészségre törekszik, és mielőtt szétszakadna, azelőtt nagyon sok jelt küld, hogy ezt ne! Tehát hallgass magadra. Tehát itt most, ha ilyen zen traktátust vagy meditációs technikát vársz, azt azért nem mondok, mert az most épp felesleges. Miért? Szomjas vagy, tehát vizet adok neked. És nem azt mondom, hogy a pohár az, ami meghatározza a vizet. Mert ebből az következő, hogy a poharat akarod meginni. De ne a poharat idd meg, hanem a vizet. De hát, hogy mi ennek az útja? Az az útja, hogy mersz őszinte lenni önmagaddal. És hogyha őszinte vagy, akkor meglátod magadban, hogy mi az a vágy, mi az akarat, mi a dű, és egy tiszta, tükörszerű tudattal ezt az őszintességet a legmélyebb szintig elviszed. És akkor kiderül, hogy mit akarsz. És az is kiderül, hogy ezen akarsz-e változtatni. Hogy az életed milyen irányba megy, azt akkor veszed észre, amikor valójában őszinte vagy önmagaddal. És erre lehet ráépíteni egy meditációs technikát, egy szellemi utat, egy satöbbit. De a forma önmagában nem megoldás. Az emberek azt mondják, eljövök majd a templomba, és majd gyakorlok. És mondom, rendben van, na és? Hát akkor jobb lesz. Ne? Nem. Nem biztos, hogy jobb lesz. Ha csak azért jön el, hogy körülnézen és lásson gyönyörűséges hegyeket, koreai épületet, egyen nagyon finom vegetáriánus kaját és zen formát gyakoroljon, ebből még önmagában nem következik semmi. Az a változás, ami benned van, az úgy nyilvánul meg, hogy te más emberként lépsz ki a templom kapuján, mint ahogy bejöttél. Azért jössz oda. Tehát a vízért jössz oda, nem a pohárért. De ahhoz, hogy a víz az megjelenhessen, az valamilyen edénybe be kell, hogy költözzön, mert úgy cseppenként, úgy atomonként nagyon nehéz lenne elfogni. Tehát ezért kell pohár, kanna, palack, csap, vezeték, ilyenek. És az infrastruktúra az megvan. De a vizet azt neked kell kitölteni és meginni. Sőt, később esetleg megosztani másokkal. Tehát hogy ismered föl, úgyhogy magadban nézel és mersz látni, hogy van bátorságod meglátni azt, ami benned van. És ez ezzel a magaddal szemben gyakorolt őszintességgel kezdődik. És ez azért hasznos, nem azért, mert ilyen lelkismert bajnokokat nevelünk, hanem azért hasznos, mert amit magadban meglátsz, azt a másikban is meglátod. Amit magadban eltakarsz önvédelemből, egyebekből, azt a másikban sem látod meg, mert az a habitus fejlődik, hogy azt a tulajdonságot vagy tulajdonságcsoportot te szándékosan nem veszed észre. És ott a világ is meg fog vezetni. Ott a világ is be fog találni. Ott van a konfliktus. Az a karmikus vakfolt. Tehát ha megnézed, hogy az önismerettel hol van hiba, ott, ahol állandóan külvilágbeli, kapcsolatbeli konfliktus van. És ezek egy mintát követnek. Jó? Tehát, hogyha ezeket a mintákat meglátod, és azoknak a forrására rámész, akkor belül elkezdesz járni azon az úton, amit úgy hívunk, hogy egyenes út. És ez nem azért egyenes, mert valaki odaállt, és azt mondta, hogy egyenes! Tehát nem azért. Azért, mert hogyha nem lenne egyenes, akkor egy ciklusba szépen visszagörbülne, és újra termelné a problémát. Tehát honnan tudod, hogy nem ezen a szellemileg egyenes úton jársz, hogyha állandóan újra termeled a problémát. Azt hiszem, kezdésnek úgy ennyi elég. Oké? Okay? Szívesen. További kérdés? Na, amíg megered a nyelvünk, addig elmondok egy
olyan aspektusát a zennek, amely a gyakorlatban segít. És ez az előző kérdésre egy kicsit, mint módszer rímel, ugyanis a zen nem rendszer. Tehát nem találsz egy olyan dogmatikát, logikát, teológiát, buddhológiát, ami a zent jellemezné. Egyszerűen azért, mert ezen az egyenes, közvetlen úton, hogyha bármilyen gondolati gátat szabnál magadnak, nem lenne teljes a megismerés. Tehát a gondolatok az elején segítenek, aztán pedig akadályá válnak, és éppen ezért ezen bölcsességtől, belátástól áthatva, Bodhidharma, mint egy 1000 évvel Buddha után megfogalmazta a zennek a 4 alapelvét. Az első, ne támaszkodj az írásokra. Második, irányuljon kutatásod közvetlenül az emberi tudatra. Harmadik, a felébredés igazi önvaló teljes tapasztalata. Negyedik, közvetlen tudattól tudatig való átadás, mely nem függ formalitásoktól és ceremóniáktól. Na, ezt megnézed, ez eléggé kirúg minden ilyen konceptuális sámlit az ember alól, és ez azért fontos, mert senki helyetted a munkát, se pap, se szerzetes, se ilyen egyéb látszólagos szellemi közbenjáró nem végezheti el. Egy tapasztaltabb meditátor ugye segítsége az jó, de önmagában az út egy meditatív, tapasztalati út, amelyben csak az elején tudsz fogalmi segítséget, egyebeket igénybe venni, valójában magadra vagy utalva, de ebben a helyzetben nem vagy egyedül. A gyakorlók csoportja, akik hasonló szellemi helyzetet foglalnak el, ők a társaid. A tanító a segítőd, a tanítás az irányadó. És a zenben ez még ugyan... Tehát a zenben ez gyönyörű, de ez még önmagában nem lenne elégséges, hiszen ezek is gondolatok, amiket hallottál. Hogyan lehet ezeket meghaladni? És a kínai hagyományban körülbelül a mi honfoglalásunk környékén véget ért nagy korszakban, a Tang dinasztia korszakában, amely önmagában 300 évig tartott, olyan zenmesterek éltek, mint Chao Chou, vagy Nanchuan, vagy Huang Po, vagy Huineng a 6. pátriárka, vagy Bodhidharma, aki Kínába vitte a buddhizmust, akik paradox történetekkel, kérdésekkel és válaszokkal dolgoztak. Ezek a történetek olyanok, hogy racionális tudattal nem oldhatók meg. Mondok egy példát. A 6. pátriárka a saját templomában sétált, és látott két szerzetest, akik vitatkoztak. Az egyik azt mondta, néni, a szél mozgatja a zászlót. A másik azt mondta, nem, a zászló mozog a szélben. Erre a 6. pátriárka rájuk förmett, nem a szél mozog, nem a zászló mozog, a tudatotok mozog. De hát a 6. pátriárka válasza se igazán teljes, mert ugye eredeti tudatunk nem mozdul. Buddha természetünk nem jön, nem megy, nem változik, nem keletkezik, nem múlik el. Tehát akkor mi mozog? Szél vagy zászló? Ha gondolkodsz, ezt nem tudod megoldani. Ha nem gondolkodsz, és egyé válsz a koannal, akkor egy tiszta, tükörszerű tudattal ez a kérdés megválaszolható. Csak úgy, mint mondjuk egy másik, hogy az zenmester ott ült a szobájában a dharma beszéd megkezdése előtt, két szerzetes belépett, mire az zenmester szó nélkül a bambuszfüggönyre mutatott. A két szerzetes szó nélkül odalépett és feltekerte a függönyt. Mire az zenmester így szólt. Az egyiknek sikerült, a másiknak nem. Melyiknek sikerült, melyiknek nem? Miért mondta azt az zenmester, hogy az egyiknek sikerült, a másiknak pedig nem? Illetve ha te lettél volna ott, akkor hogyan válaszoltál volna erre? És egy harmadik, mielőtt az elméleti síkra visszatérnénk. Ez egy együttérzés koan, és ez szokta a legtöbb biztosítékot kiverni, el is mondom, hát ha sikerül. Ez Namcsom macskája. Namcsom, ahogy a kolostorban sétált, meglátta, hogy a szerzetesek vitatkoznak egy gyönyörű, pici kis macskán.
A keleti csarnok szerzetesei azt mondták, ez a mi macskánk! A nyugati csarnok szerzetesei azt mondták, nem, ez a mi macskánk! Vitatkozás jobbról, balról, sokáig, mert nem csak kivette a fogadalom tételhez használt kését, amivel a novíciusok első pár hajtincsét vágják le, felemelte a macskát, és azt mondta, ide figyeljetek, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét, ha nem, ketté vágom. Ez az igaz szó, ez a megvilágosodás tanúsítása lenne. A nem dualisztikus bölcsesség és feltétel nélküli együttérzés kinyilvánítása lenne. És mivel senki nem szólt semmit, senki nem tett semmit, senki nem válaszolt a kérdésre, Namcsong ketté vágta a macskát. Ebből a kérdés az, hogyha te ott lettél volna, hogyan mentetted volna meg a macska életét? Na, ez szokta a zen tanítványokat megtizedelni, ez a kérdés, mert azt mondják, hogy hát egy zenmester, hogyan tehetett ilyet? Meg hát ez nem is igaz. A zenmesternek olyan fogadalma van, hogy nem ártás, meg nem ölés, meg mi az biztos, hogy nem szegte meg. Hát a zenben olyan szemlélet van, hogy tud, hogy mikor nyitottak, és tud, hogy mikor zártak azok a fogadalmak, és ezzel iszonyatosan kell vigyázni, hogy mikor nyitott ki, és mikor zárod be őket. Mi az eredménye? Úgyhogy ne alapozzunk arra, hogy mi megjósolhatjuk a zenmester magatartását, mert az kellőképpen megjósolhatatlan. Mit szolgál ez a megjósolhatatlanság? Ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, nagyon pontosan ki vannak rajzolva érzelmi és gondolati ellentétek, a jó és a rossz, az élet és a halál, az ismerhető és az ismeretlen, a kellő és a felesleges, ezek mind ívet húznak a koanokban, mint paradoxok. Paradox, mert jelen van, mint ellentét, de a működési módjuk intellektuális gondolkodással nem ismerhető meg, ettől koan. És hogyha nem gondolkodsz, akkor az intuitív, nem dualisztikus, nem kettősségekre bontott tudatod meg tudja válaszolni ezt a kérdést, de teljesen másképp, mint ahogy a gondolati vagy érzelmi szokásaid ezt diktálnák. Na most a koanokra adott válaszkísérletek megmutatják, hogy pontosan benned mi van. És hogy a hiba az hol van. Tehát hol nem egészleges a gondolkodás? Az érzelem, a cselekvés, a beszéd. És a koan önmagában azt jelenti, hogy közokirat. Közokiratot hitelesítették. És amikor a közokiratot hitelesítették, akkor az úgy ment régen a fénymásolók hiányában, hogy ugye írnok leírta egyszer, aztán amikor másolat kellett, akkor leírta még egyszer, kettőnek a szélét így összetették, és egy pecsétet tettek úgy, hogy a két szélén úgy nagyjából egyenlő arányban osztozzon. Másolatot levitték rendeltetési helyre, ha bármiféle kérdés merült föl, akkor azt visszahozták, összeillesztették az eredetivel, és hogyha a pecsét egy egészet alkotott, akkor autentikusnak volt nyilvánítva a dokumentum. Tehát itt a kérdés és a válasz egy egész. A mester és a tanítvány tudata egy egész. A látható és a láthatatlan egy egész. Az ember és a világ egy egész. De mennyire tapasztalod? Mennyire a tiéd? Mennyire váltál egyé? Hát, ha belül egyé válsz, akkor a világgal is egyé válsz, és akkor ezek a lehetetlennek tűnő helyzetek, ezek megoldhatók. Tehát a koanokat arra használjuk, hogy ezeket az ellentéteket tapasztaljuk, az intellektuális és érzelmi síkon való megoldhatatlanságukat átlássuk, és amikor megoldjuk, ezen folyamatban mi magunk változunk. A lényünk, a lelkünk változik. Tehát önmagában nem a koan megoldása a fontos, hanem az a változás, ami benned végbe megy, addig, amíg megtalálod. Kérdés bárkita? Szeretném megkérdezni, hogy ön találkozott olyan emberrel, akiben csalódott? Persze. Itt. Sajátunk magunkban? Persze. Folyamatosan. Uh-huh. Nem mindig, de folyamatosan jelen van. És ez egy nagyon, nagyon egészséges dolog. Az önbizalom és az önismeret, ugye,
határmesdjé az, amikor csalódik az ember. És lássa meg azt, hogy nem tudja saját maximáit teljesíteni, de ezen azt jelenti, hogy 7-szer bukik, 8-szor föl kell. És ez a törekvés az, amiből vagyunk. És hogyha ezt elég őszintén és elég hűen csináljuk, akkor valószínűleg olyan tapasztalatokat szerezhetünk, amellyel magunkon és másokon egyaránt segítünk. Szeretném kérdezni, hogyha valakinek úgymond segíteni szeretnénk, és hogy beszélünk róla, hogy figyeljük a gondolatát, és lefinomítva úgy gondolom, hogy saját kérdésére tudja megválaszolni az illető, akkor érünk úgymond nagyobb eredményt el, hogy magába felismeri a kérdésre a saját válaszát is, ha jól kérdezünk. De ha egy olyan esetben, ha mi nem tudtuk azt a dolgot megcsinálni, de viszont éreznénk azt, hogy tudunk neki segíteni, nem hiteles akkor, ha nem vagyunk annyira példamutatók, mert meg tudtuk csinálni más, hogy mit mondunk és mit csinálunk. Nagyon általános a kérdésfeltevés. Ez azt jelenti, hogy van mögötte egy olyasféle konkrétum, ami a tiéd és csak a tiéd. Lehetséges, de ugye azért úgy gondolom, hogy ez egy mindennapos történet, akár egy családban, hogy mondjuk azt szeretné az ember, hogy a gyereke bizonyos iskolákat vagy bármit elvégezni, de mivel mi ezt nem tudtuk elvégezni, ezért, hogy okoskodok én bele, mutassak példát valamilyen formában, ha nem konkrétan az, de induljak el valamilyen olyan úton, hogy példamutató legyek, mert akkor hiteles az, amit én szeretnék kérni tőle. Rengeteg példamutató szülőnek van olyan gyerek, aki nem követi a példát. Tehát egy ilyesféle módon meghatározni egy szülő-gyerek viszonyt, hogy majd az én integritásom egyértelműen a gyerek ugye, példakövető viselkedésében megmutatkozik, ez sajnos nem valósulhat meg 100%-ig. Valamilyen mértékben megvalósul, de 100%-ig nem fog. Miért? Eddigi meglátásaim szerint, magam és egyebek tapasztalatában, hogy az világos, hogy a gyerek nem konkrét cselekvéseket fog követni, hanem mintákat és módszereket követ. Tehát amilyen módon cselekszik az apa, amilyen módon érez az anya, amilyen módon beszélnek, azt viszi magával, mint egy személyiségréteg. De ez se a sajátja, ez keveredik a sajátjával. De nem fogja azt csinálni, amit az apa a példa alapján. Nem fogja azt követni, amit a család irányvételként az életmódban felmutat. Miért? Mert egy teljesen önálló karma, önálló személyiség, önálló inkarnáció született le abba a családba, és a szülőknek az a dolga, hogy ezt a karmát aktiválják, csiszolgassák, neveljék, adjanak hozzá, elvegyenek belőle, de alapvetően a lelket megváltoztatni nem tudják. Csak ráébreszthetik arra, hogy milyen törvények szerint működünk mi emberek, és ez a világ, és abba az érettségi állapotba segíteni a lelket, amikor önmagán akar változtatni. Ezért nem tud a külső példa 100%-ig érvényesülni. Még egy sokkal alacsonyabb hányadosig sem. Tehát arra kellene ráébreszteni a lelket, hogy születéstől halálig útja van, az idő véges, az okozatiság könyörtelen, és hogyha ezekre a törvényekre szép lassan ráébresztjük attól, hogy ne szakadjon bele, de ne is veszítsen időt, nem túl gyorsan, nem túl lassan, akkor rá fog jönni, hogy miért van itt, elkezdődik a felfedezése annak, hogy mi ő valójában, ki ő valójában, és akkor már nem az effektív példa fog ugye, útmutatásul szolgálni, mert apuka álmait a fiú nem fogja beteljesíteni. Még akkor sem, hogyha példaként lehozta az élet szintjére, ami nagyon-nagyon szükséges egyébként, de nem azért, hogy a gyerek azt kövesse, hanem azt, hogy ahogy járjon a gyerek a saját útján. És ez más. Tehát el kell viselni a szülőnek azt, hogy nem azt fogja követni, amit én jónak gondolok, nem azt fogja érezni, amit én szeretnék, hogy érezzen, nem az az ember lesz, akit én megálmodtam, hanem valamit elvisz abból, ahogy cselekszem, ahogy beszélek, ahogy érzek, ahogy gondolkodom. És ezt el kell tudni sajnos viselni, talán nem sajnos,
és ezzel az önállóságát a gyereknek segíteni, megteremteni, elismerni, és akkor van az, hogy önként a pályáján visszatér. Ha nem, akkor úgy elmegy, hogy vissza se jön. Kis formális születésnapi üdvözletek lesznek, azt kész. Ehhez kell egy nagyon komoly belső látás és megismerés, és ekkor tudom a következő generációt úgy segíteni és szeretni, nem birtoklásból, és nem ilyen kényszerű átörökítésből, hogy majd olyan leszel, mint én, majd meg én megmutatom neked. Tehát ezeket tele van a padlás, és ezek nem működnek, és ezeket ismételjük generációra generációra. Tehát rá kéne ébredni, ezt a felébredést ugye segítő szándékkal átadni, és akkor a gyerek ezt a fajta közelítést, ezt nagyon meg fogja hálálni. És hogy hagytam, hogy felfedezze, hagytam, hogy hibázzon, hagytam, hogy kijavítsa, és hagytam, hogy ezt megköszönje, hogy kijavíthatta, mert segítséget kapott hozzá. Nagyon kemény történet. Főleg, amikor félted, amikor aggódsz érte, amikor látod, hogy végzetesnek tűnő hibát követel, de ha ott állsz mellette, akkor ennek az esélye kisebb, ha nem állsz ott mellette, akkor nagyobb. De nem biztos, hogy mi gondoljunk jól, lehet, hogy a gyerek gondolja jól, és ő azért van itt, hogy tanítsa a szülőket. Ezért mondtam, nem a gondolat és nem az érzelem érvényesül, hanem inkább egy módszer érvényesül, és egy irányvétel érvényesül. És ez természetesen kölcsönös tanulási folyamat is lehet, de nincs több vagy kevesebb tanulnivalója senkinek sem ebben a családi karmában. Utolsó kérdés, aztán megyünk haza. Az állatokról szeretnék kérdezni, hogy nekik milyen a tudatuk, és a zen végül is hogy viszonyul hozzájuk? Állatkerti látogatást javaslok, hosszas időtöltést ketrecek és élőhelyek előtt, és a tudatok megmutatkoznak. De gondolom, ez nem lenne elégséges a mai előadáshoz. Tehát annyit tudjunk, hogy az állatoknak nem csak, hogy lelke van, hanem ugyanaz a karma érvényes rájuk, mint az emberekre, csak van egy nagy különbség, nem tudnak tudatosan rálátni a karmájukra és az életükre. Ha rálátnának, akkor meg tudnák változtatni a fajspecifikus viselkedés formájukat. Az egyénit azt tudják, ezt lehet látni a különböző idomításokon, de a fajspecifikus nem. Az ember képes erre. Nem ember módjára viselkedni, azt nagyon tudjuk, de nem állat módjára az állat nem tud viselkedni. Úgyhogy mivel nem lát rá, nincs olyasféle szellemi tér, tudati tér, amiben egy tükörszerű, reflexív felület kialakulhatna, épp ezért az állat különbözik az embertől tudatilag, és az összes többi az már mindenki egyéni megfontolása, hogy melyiket szereti jobban, csak azt kéne látnunk, hogy mi emberi testbe születtünk, emberi karmát hoztunk magunkkal, és ezzel kellene foglalkozni, és az állat nem nyújt se érzelmi menedéket, se társasságot, se olyas valamit, ami pótolhatna egy embert, vagy a problémákat megszüntethetné. Szeretném mindenkinek megköszönni az értékes és kitüntető figyelmét. Remélem, hogy még gyakorolhatunk együtt, számos alkalommal, akár itt Kőszegen, akár Pilisi templomunkban, és ezzel mindenki hozzájárulhat saját útjának megtalálásához, a felébredéshez, a szenvedésen való túllépéshez, és így minden lény megszabadításához a szenvedéstől. Köszönöm szépen!